Két ember ütött le a képeken brutális támadása közben látható a Alex török lakos május 3 -án. A 22 éves támadó 20 óra 15 perckor lépett be egy dohányból ajtaján, ahol minden előzmény nélkül hátulról együttéssel ütötte le a pultnál álló vásárlót, majd a helységben a falnál ülő másik férfire támadt, akit kilenc ütéssel addig vert, ameddig a földre nem bukott. A török többsége félelemben él nem lépnek fel erőteljesen. Ugye, hát nem lett volna szabad kiengedni, ugye, mert szegény Lajost az, tényleg azt is nagyon elverte, ugye, ő ütötte le legelőször, ugye, és ugye, meg hát tényleg azt, hogy így egy késsel is bejöhetett volna, csicsát leszúrta volna mind a kettőt. Mert tényleg, ugye Lajos háttal volt, ugye ő fizetett a pultnál, ugye a másik a, szelvényt szelvint, ugye próbált, hogy mit rakjon. Tehát egy késsel ugyanúgy leszúrhatta volna. A támadó a két ártatlan férfi leütése után még hőbörgött, kiabált az üzletben, illetve félelemkeltően viselkedett, továbbá az eladót is megfenyegette. A török szentmiklósiak amellett, hogy rettegésben élnek, fel is háborodtak, ugyanis úgy tudják, az agresszív verekedő letartóztatására az ügyészség nem tett indítványt, mert a letartó törvényi feltételeit nem látta megállapíthatónak. Négy hete is megtörtént, ugyanez a fiatalember ugyanígy ütött, semmi előzmény nélkül. A 22 éves álmokfutó áprilisban a Város fő egy presszó előtt támadt rá egy fiatalemberre. Simon Mária 18 éves fia egy barátját várta, amikor A. Alex ugyancsak előzmények nélkül leütötte. Annak az egy darab ütésből álló támadásnak többszörös arccsonttörés lett a vége, a fiatal fiút műteni is kellett. Valami történjen végre, mert ö, semmi, ö, semmi nem történt idáig, a fiatalember ugyanúgy kint van, és megtörténhet mással is, ez történhet gyerekkel, egy nővel, bármikor. És nehogy utána még súlyosabb legyen. Sajtóinformációk szerint a támadó valószínűleg kábítószer hatása alatt volt a bűncselekmény idején, a lakosok pedig azt mondják, a városban régóta problémát okoznak a drogok. A dohánybolti támadás áldozatai 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek, egyikük orra eltört, a másik áldozat pedig a fél arcát nem érzi, ezért dolgozni sem tud.